Egy gyors csipreolvasás, majd az injekció. Ennyit kellett elviselniük a kutyáknak a PSE pályán a kötelező eboltás során. Na és persze egymás társaságát, ami nem volt mindig könnyű. Akadt, aki itt a gazdája szavait, volt, aki remegett a félelemtől, volt, aki összeveszett a társaival, és olyan is akadt, aki elszökött, mint például Magyaró is. Hát az unokák védelme végett. Nagyon fontos. Gyere ide, gyere ide! Na, gyere ide! Magyaró! Magyaró! Az eboltás 3 hónaposnál idősebb házi kedvencek számára kötelező. Veszettség ellen csak csippel ellátott kutya oltható, az oltás elmulasztása és a csip hiánya 45-45 ezer forintos bírsággal büntethető. Ez egy biztonsági megoldás a veszettség ellen, meg ha valahol kiszalad, hát nem tesz valakibe kárt, ha kárt tesz, akkor tudjuk, hogy hát meg van oltva, és akkor ezért így jobban érzem én is magamat, vagyis biztonságosabbnak, hogy a kutya is be van oltva. A veszettség elleni oltására 4000 forint, ez tartalmazza az oltáskor elvégzendő kötelező féregtelenítés díját is, a csip behelyezése és regisztrációjára szintén 4000 forint. Oltási könyv kiadásáért vagy pótlásáért 500 forintot kell fizetni a kutya tulajdonosoknak. A következő eboltás április 16-án a Hősök terén lesz. Pótoltásra a PSE pályához április 18-án lehet vinni a kutyákat.